Mintegy 29 milliárd 700 millió forint bevételi főösszeg és mintegy 32 milliárd forint kiadás. Ez az idei évi költségvetés számokban meghatározva. Folytatódnak a megkezdett fejlesztések, úgy mint az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése, a Serra Gyula program, valamint rendelkezésre áll a belváros rehabilitációjához szükséges mintegy 1 milliárd forint, és a Szennyvíz csatorna beruházáshoz szükséges 740 millió forint is. Bár a kiadási oldal magasabb a bevételinél, a városnak vannak tartalékai, mondta Égi Tamás alpolgármester. A város az elmúlt év gazdálkodásával megteremtette annak a lehetőségét, hogy komoly pénzügyi tartalékkal kezdte ezt az átalakuló új évet, és ennek a tartaléknak a felhasználását csak részben szeretnénk megtenni ebben az évben, hiszen reménykedünk abban, hogy legalább az adósságszolgálatunk felét elérő banki finanszírozás lehetségesé válik az év folyamán, és akkor a tartalékunk felét még a következő évben szeretnénk majd felhasználni. Cserpalkovics András precíznek és feszesnek nevezte a város idei évi költségvetését. Az a kiadási főösszeg, ami 31 milliárd 922 millió forintot meghaladó főösszeg Székesfehérváron, az hatékonyan, pontosan, átlátható és ellenőrizhető módon kerül elköltésre Székesfehérváron. Az a költségvetés, amit mai nappal benyújtottunk a város közgyűlés elé, ez a költségvetés felkészítette a várost 2012-re, felkészítette arra, hogy a változó világunkban kihívások elé kell nézni a városnak is. Ez akár a nemzetközi gazdasági helyzet okozta kihívást is jelentheti, az átalakuló önkormányzati rendszer, államháztartási finanszírozási rendszer kihívásait is jelenti. A polgármester hozzátette, felelősséget vállal az önkormányzat az intézmények és a közszolgáltatás stabil működéséért. Ráadásul a város adósságállományának csökkentése is a fő célok közé tartozik.